meghaladhatatlan. De hát ezzel kilométer másodpercenként. Másik pedig, hogy a tömeg görbíti a téridőt. És én azt állítom, hogy ennek a spidromnak ugye van egy másik változata, amit nem rigid háromszögekből áll. A háromszögek nem maradnak síkok deformációk közben, hanem bőrgülnek, de ugye, hogy nem nyúlik semmi, meggyőzi a metrikáját. Ez a spidrom, ezt 2009-ben. Hát korábban fölfedeztem, hogy megsejtettem, sőt egy angol srác még biztatott, egy EPS mérnök, de az aztán már végképp nem volt beírva, és már a spidrom is olyan, hogy olyan deformáció a síknak, ami nem volt még az előtt leírva, és kiváltja az Einstein téridő görbületet. De várjál, de most akkor mi a különbség a között a feszültség olyan kis sík, tudom, spidrom között, ami azt mondott, hogy ilyen nyugalomban létkebb, de bizonyos érték szerint azzal, ami azt mondott, hogy görbületet, hol van az egy nagyobb tér, ami ebből vagy elméletben görbül, vagy pedig geometriailag. Geometriailag úgy görbül, egy euklidészi sík, vagy bármelyik állapotában vissza lehet húzni, vagy ha így lebegne, mint a Szentlélek a világűrbe, akkor feszültség nélkül tudna fölcsavarodni örvényszerűen, meg kiterülni, úgyhogy a molekulái, vagy nem tudom, a pontjai közötti távolság megmaradt, tehát nyúlásmentes, torziómentes. Mint egy sejem, mit képzeld el, mint egy sejem romlik. De azt, hogy spidrom görbe, ahhoz képest, hogy sík, akkor ott szerintem valamilyen távolságban, a részek között valami távolságban. A szomszédos, a nem szomszédos pontok között nyilván, de a szomszédos pontok. Azok egy szomszédok maradnak, és nem nyúl. De hát a tér van, nem? Úgy mindenki metrikáját megőrzik. Tehát a felületen ugyanolyan távol van, felületen, Képzelj el, ugyanilyen távol két pont egymástól a felületen. Ja, most, térben nem. Legyen az, hogy te most a jövőnek üzensz, vagy annak, aki nincs ideje hozzá, tehát mert minket próbáljál meggyőzni, mert az egy... Nagyon egyszerű. Még egyszer, újból kezdem. Ha van egy papírzsebkedő, drágul egy vonalat, akár hogy összegyűröd, az a vonal az ott marad rajta, tehát zsebkendőn a távolság megmarad, de térben nyilván közelebb kerülhet egymáshoz két pont. Igen. Messze viszont nem. Mert nincs nyúlása. Igen. És ez a fényen is így van? Hát én nem hiszek az egész téridőből. Ja, ja, nem csak szépen, én nem hiszek, okay. Már nagyon régóta támadják. Hát akkor ez egy rossz mérés, akkor ez vagy egy rossz számítás? Nem rossz, csak van 70 ezer ellenőrzés, és akkor abból 15 ezer olyan közel van hozzá, hogy azt mondják, hogy igaz, de a fizikában azok kísérletek. Volt ez a Merkur mérés 1918-ban, ugye a Merkur nem ott van, ahol kéne lennie, mert hogy a nap megörbíti a téridőt. És akkor Einstein izgult, és hallgatta talán a rádiót, hogy akkor most tényleg nem ott van a Merkurnak a képe, ahol kellett lenni. Nem ott volt, de milliókkal lehet lenni. Képzeld el például a Déli Bábot. Báb Színház, képzeld el, a Déli Bábot. Hát ott is össze-vissza hullánzik a kép, amit néznek. Meg a nap nem biztos, hogy teljesen gömbölyű. Tehát óriási viták voltak ebből, és ezzel kapcsolatban is szeretnék majd valamit írni, mert én azt hiszem, hogy közrejátszott egy kis politika is, hogy Einstein nem tévedett. De most ez egy olyan durva beszólás volt, hogy nem tudom, rendesen igazban ők még azt mondják, hogy felületes vagyok. De ezt próbálom igazolni. Most nem igen. Szóval a spidron deformáció és a spidron deformáció abban különbözik egymástól. A spidron esetén az alkotó elemek háromszögek maradnak, és síkok, csak az élek mentén történik el a változás.
És a Sfidron esetén Sfidron, Sféráról neveztem el, pedig mint egy ilyen sejem kendő, lebeg a térbe, ilyen örvényeket lehet csinálni benne. És miért mutattad meg? Ezt egy ember nekem látványszerűen megtervezte, egy másik is csinált valami hasonlót, de azt mondja, hogy annak a matematikája nem exakt, és ne égessen őt, hogy ez biztos. De viszont Poincaré 2011-ben tartottam egy előadást, óvatosan úgy hívtam, hogy Sfidron sejtés, hogy elfogadják, és a zsűribe volt egy Nobel-díjas team tag, és átment. Úgyhogy sejtésként előadhattam. Szóval elképesztő következményei vannak, hogyha ez bebizonyosodik. Nem is merték kiszórni, mert tulajdonképpen én kitaláltam egy olyan gyűrődést, ami hasonlít a Sfidronhoz, de ilyen íves felületek mentén örvénylő dolog. Ugyanúgy megőrzi a középpontos szimmetriáját, mert... De erről nincs egy képed itt a... Hát, be lehet vágni egy képet, van a YouTube-on egy kép, de... Aha, nincs itt. Hát egy cikk, a cikket most ott láttam a papírok között. És hát meg is lehetett egy pár ember, de nincs pontosan egyből túlélve a matematikája. A Sfidronnél le van. Aha. 2018-ban most már 4-5 cikk is van volt, ez most már kanonizált, a Sfidron deformáció. Csak mivel a Sfidron deformáció az nagyobb szabadságfokú. De mi benne a deformáció? Nyilván ez egy matematikai kifejezés. A deformáció azt jelenti, hogy torzulásmentes alakváltozás. Torzulásmentes. Tehát a deformáció az torzulásmentes? A matematikában első megjegyzésben ez a jelentés. Tudom, hogy köznyelvben mást jelent. Igen, ez lehet, hogy zavaró volt. Várjál. Tamás, te érted ezt a Sfidront? Te a kérdés? Igen. Hát csak alapjaiban, de ezt teljesen még nem fogtam föl. Ezt a Einstein ellenérve történt. Vagy a száfolandó, azt nem teljesen látom. Azt a makettet megértettem meg azt is, hogy ez egy ilyen poligonokból képzett forma, ami építhető, variálható, és nyilván a építészetben ez jól hasznosítható, mondjuk... De hol gondoljátok, hogy ez építhető? Hát most azt mondta Dani, hogy ebbe a földrengés helyzetekben ez egy ilyen stabil forma, most próbálta bebizonyítani az, hogy adott rá ilyen frekvenciákat. Beszéljünk erről, hogy mi ez a földrengés biztos. Újdonságvizsgálatkor 102 ilyesmét találtak. Újdonságvizsgálatban, találmányi hivatalban. Ja, ennek a te szabadalmatnak... Igen, és azt mondták, mégis van benne új, egyik az, hogy... Ugye ezt, hogy mégis? Hát mert, ha nincs benne új, akkor nem fogadják el. Minden, akkor ez is egy szabadalmányi hivatal kifejezés, hogy mégis van, azzal kezdik, és azt mondják, hogy 108. 102. Mégis van 102, mint benne. Nem, 102 hasonló van, de ebben mégis van úgy. Oh. Hasonló földrengés csillapító tégla bejelentés van a világban. Ja, értem. Egyik új benne ez az örvény, tehát hogy általában ilyen kis bütyköket tettek bele, ami viszont... A bütyök az azért nem jó, mert... Mert csavarodik rajta a mozgás, ugye azért valószínű. Tehát, hogy nem egy a csavar azért jó, mert hogyha az alak is nem egyértelmű irány, hanem valami ilyen bemozdulás, föl tudja venni. Itt megjegyzem, hogy a lányomnak volt egy generális ötlete, hogy lehet úgy építeni a Jankának, hogy rétegenként megforduljon az örvény irány. És akkor lehet, hogy még stabilabb lesz. Ezt most megint ki kéne jönteni, több száz ezer forintban egy csomó ilyet, úgyhogy ezt meg kipróbáljuk. Tehát rétegenként van egy ilyen irányú és egy jelen irányú is. Nem rétegen, mert a következő rétegben, vagy akárhol, ahogy van. De ez logikus. Igen, ő fantasztikus. A további előnye, hogy
ez a felület, ami tulajdonképpen földénnek is, meg alapozásnak is jó, hogyha sok ilyen egymáshoz illesztett hadszögekből több egymás, ugye? De a hadszögből egy területre. A húzást a szokt így a hát a magyar földénnek a haladfogéből. Milyen irányú húzás? Hát a súlyát? Hát súlyát, vagy terhelést. Ami a ködénben a vasbeton, hát azt, hogy oszlop helyett, ezt beállított, ami oszlop az téglából van, és azok a téglákat el tudnak csúszni egymásról, hogyha pedig nem, ha jól értem, akkor hogy ki tud mozdulni anélkül, hogy csúszna, és visszatérjenek. Igen. Illetve a fiam szerint ez másik irányba, hogyha mindenki irányú vegyen. De ez a teljesen vész még sem van. Igen. Ez csak hány mondta egyszer. De egy ilyen földrendnél itt egyrészt a súlyt, másrészt a terhet föl kell venni, amit normálisan húzó húzásnak ellenálló anyagkal, ebben a új technológia van a vas, ugye fölvenni a betonnál. A régebbi technológiában pedig valami boltozott, azt mondom, a másik is terhet. Saját sok is terhet. Én nagyra nem értek a födémekhez, de egyrészt két ilyen spidronszerűen tulajdonképpen egy csíkot követő, de domború, relívszerű réteg közé be lehet tenni vasbetont és vasokat meg minden. Elvileg, de az az érdekes benne gyártás technológiailag, hogy egyetlen rűseléssel meg lehet csinálni nyúlásmentesen, hogy mondtam. Már egy statikai kérdés, hogy most még láttam egy ilyen filmet, amikor újra rekonstruálták ezeket a partján vannak Athénban az oszlopait, amiből ugye az gyűrűből áll, és akkor kiderült, hogy ki vannak furva egy négy helyen, és megfelelő méretű, de bizonyos distanciával rendelkező, tehát fa kis csapocskák vannak benne, ami nyilván az eső is, akkor az még ott bedagasztotta mindent, és most újra így gyártják ezt le, mert az egy ilyen törésvonalon szintén Athén, tehát romantikus, és hogy milyen jó kitalálták ezt. Tehát oszlopok, és azok egyáltalán csavarodnak, tehát ezek ezt a csavarodásra. Tényleg az a csavarodnak? Csavarodnak, hát azért van a gyűrűből, hogy azok egy kicsit, hát... De hogy érted, hogy csavarodnak? Úgy, hogy van az oszlop, és akkor X számú gyűrűből áll, és akkor négy ponton vannak ezek kifúrva, belül ízik, és egymáson a gyűrűk csavarodnak. Ez egy erre, a másik arra. És akkor így mozognak, és azért nem dölt össze, lépve 2500 évvel. Jó, ez geometriai van meg. Ahhoz, hogy ezt mondjuk az EMI, ez szépítőipari ellenőrző intézet, ahol minősítőnek be van állva. Hogy ezt, hogy fogja ezt minősíteni, azt engem tudjuk, de már azon a szinten van, hogy már le tudjuk. Már megy fel a tárgyal. Tehát nem tudom pontosan ennek a paramétereit. Nyilván függ az anyagtól, súlytól, a felületek nagyságától. Az még egy előnyös tulajdonsága volt a szabadalom. Ipari mondatban nem egészen szabadalom, hogy nagy felületen találkoznak az elemek, ezek a téglák. Igen, persze. De most a... Nem, akkor vigyázz. Azt a kipréssel dolgot arról, hogy azt tudok eszembe, hogy ez egy térbeli, ilyen rácsos tartóként esetleg működni, mint amit Födérnek tudom használni, mert hogyha az egy térbeli rács, akkor síkokból állnak, térbeli tartó, akkor nagyon megnézem az állítanatot. További eredmény ennek a nagy felületnek például a hang, akusztikai szempontból jó, szólja a hangot, tehát nem visszhangzik, plusz napelemnek is jó, mert minden irányban van egy oldala, tehát vagy mozgatása, vagy még mozgatást nélkül is volt erre egy mérés, azt mondták, hogy nagyon falszereg, lehetne csinálni, hogy nehéz átállni, milyen falszögés.
rendszerre. Tehát a napelemnek is lehet, hogy jó, és ütközés csillapítónak is jó. Több ilyen réteget egymásra teszünk, és autónak beteszünk a lökhárítójába. Igen. És akkor ezek a szembe jövő erőt, Igen. Abban nekem van egy ismerős dolga, ahogy a találmányaival, meg talán még a kiskapapa is, hogy olyan, hogyha valamit kitalált, akkor az szeretem volna, hogy valamilyen praktikus módon is alkalmazhat. Két irányba mentem el, egyik a matematikai része, meg kiderült, hogy van matematikai jelentősége. Van egy ilyen ismeretlen része, mindig azt mondja, hogy szingularitás, ami azt jelenti, hogy ott más, mint máshol. Az, aki ezek a differenciál egyenletek nem írják le, mert azok nem ismerik el a hajlítást, vagy a törést, hanem csak hívekkel közelítik. Hogy ezt a gömböcsöt sem, ugye? Ott is És a másik járva meg elmennék a praktikum felé, mert már valami új, akkor nyilván új tulajdonságokat. De ezt kell idézni, mert azt a... Talazolni? Nem, tehát a Miklósnak, a Kustapapának azokat a rímelő munkáit, ami... Akkor még egyszer megintem a Falazolni. Falazolni? Abban az volt a fantasztikus jó, hogy ilyen egymásnak támasztható, ilyen lapos... De ez most kinek a találmány? Hát együtt csinálták, de nagyapával 40 évig csinált, abban meg kiszállt belőle. Szerintem ezért volt egy kis sorozat közöttük, de ez csak egy kell. Mert már megőrült, mert fizették a szabadalmat. Volt próbai működés, van ház is belőle. Szerintem az Altori házában is beépítettek. Meg van nekem téglám is ebből. Altoriai? Na szóval az a lényege annak, hogy ilyen kazettákat csinálnak belőle, és helyi hulladékanyagból akár bontási törmelékből megtöltük, és akkor valamilyen cementes bébelék. Ja, már hogy kell nekik szállítani annyit. Hogy csinálnak öntőformákat, nem? És akkor már nem? Zsarut? Zsarut? Nem. Ha nem? Ezek ilyen lapokból van, és kazettákat építenek be. Amit aztán kitöltünk. Amit remekből egymásnak támaszkod. Lehet belőle egy szépen építkezni. Olyan rendszerben van megcsinálva, hogy könnyörűen lehet is ön magát megtartani. De ez fal vagy földé, vagy mind a kettő? Stégl. Nincs kötőelem, nincs ami összekötő ezeket, de azokat mind kitalálták. Ezekkel a hagyományos födémekkel, meg hasbetonnal, minden. Rengeteg dokumentáció van, de nincs hozzá egy ember, aki ezt. Annus Feri egyébként egy építész, aki foglalkozott vele, ő is egy 5-6 éve. A Rubik is egy ideig támogatta, de Magyarországon egy ilyen bonyolult dolgot nem lehet. Csán, kérdezhetek, van értelme ezekre az elemeket, és nagyon emlékeztetnek a Fibonacci féle, vagy már erről volt szó. Lehetőség végig mondani, mondhatom. Hát a Fibonacci képletére, a Fibonacci-nak a... Haladvány. Nem. A Fibonacci egy tétele az egy arányrendszer, mint a csiga. Tehát egy... Tudjuk, értjük, csak azért emlékeztetek, hogy ugyanaz az arányrendszer van ebben a csavar menetben, és ugyanaz, mint a Archimedes féle. Na, azt a végén. Csavar, jó. Nem Archimedes. Nem, akkor az nem. A Fibonacci inkább jó. Tehát az a fajta arányrendszer, Nem. Az a reneszánszból volt, nem az a aranymetszésből. Az, igen. Az, hogy az
Nem növekvő, csak jobb áramlás. Hát így úgy növekvő, hogyha a bővítéssel növekszik, de önmagában... Van egy növekedés, egy számsor, ugye? Itt viszont megvannak határok. A modulok, ami úgy bővíthető, hogy a sokkasításával, nem? Azzal bővítődik. Igen, hogy van. De én nem fogok vitatkozni, csak megnéztem, és azt láttam, hogy kapasztott. Hogy mondja ezt a kiterjük? Ha kiterjük ezt a rendszer, akkor a csúcsok, a háromszög csúcsok, amit adottak, azok logaritmus spirálisra ráéleszkednek. Fibonacci számsa is közeli egy ugyanis paramedzéshez. Tehát minden nagyobb számot veszek, annál inkább közelíthet az 1,6-valahányhez. És az is egy logaritmus spirál. De ez egy más arányú logaritmus spirál. Nem fi, nem ez a paramedzés, hanem itt az élet hosszúsága például jobb 3-mal növekszik mindig. A 4,8. 2/10 nagyobb. De nem tudom pontosan fejből. Tehát hasonlít, jó, megfelelés, de spirál, csak ez mondjuk nem. De meg lehet próbálni esetleg Fibonacci spirálat. Semmi bocsánat. Utána kell mondani, nem, ezek mind felfedezésekhez vezetnek ezek a megjegyzések.